Üdvözlöm kedves nézőinket november 8-án. Ma szakmatúrára kísérjük a Veres Péter középiskolát, de előtte még a katasztrófavédelem életmentő tanácsait idézzük. Tartsanak velem! Talán már mindenütt szükség van fűtésre. Most, hogy már elkezdődött a fűtésszezon, tűzbiztonság szempontjából gondolhatunk-e még valamire, amit megtehetünk? Elmondható az, hogy általában a fűtési szezonban megduplázódnak a lakástüzek. Szerencsére most még nem kellett nagy számban lakástűz miatt vonulni a tűzoltóknak Hajdú-Bihar vármegyébe, de mindent meg kell tenni nyilván a lakóknak, hogy ez így is maradjon év végéig. Az is megtapasztaltuk már, hogy a kémény ellenőrzéssel sokan elmaradtak, tehát még most is nagyon sok bejelentés érkezik a 1818 ingyenesen hívható telefonszámra, hogy szeretnék a kéményüket ellenőriztetni. Érdemes igazából bármikor az év bármely napján megrendelni ezt az ingyenes szolgáltatást, viszont most arra kell már figyelni, hogyha a kéményseprővel meg van beszélve az adott időpont, akkor aznap ne gyújtsanak be, várják meg az ellenőrzést, így a kollégák is sokkal hatékonyabbak tudnak lenni. Nagyon fontos, hogy két évente a gázkészülékeket is át kell ilyenkor ellenőriztetni, hiszen meghibásodhatnak. Nagyon fontos, hogy karbantartást szakember végezze el, hiszen ez is okozhat gondot később, akár lakástűz, akár bármilyen mérgezést is szenvedhetünk, hogyha nem megfelelő eszköz használunk a fűtésre. Fontos tudni, hogy mivel fűtünk, tehát száraz fával, erre megfelelő anyaggal fűtsünk, szemetet semmiképpen ne tegyünk a tűzre, hiszen lerakódásokat okoz a kéményáradban, és akár emiatt áramolhat vissza mérgező gáz a lakásba, vagy ki is gyulladhat a lerakódás, és a kéményünk fog égni, azután pedig nagyon hamar átterjedhetnek a lángok a tetőszerkezetre is. És azt tudni kell, hogyha egy családi háznál egy tetőszerkezet lángra kap, akkor ott nagyon nehéz már megfékezni, hogy ne teljes teljedelmében égjen az otthonunk. Ahogy említette is, a visszaáramló gázok minden egyes évben, akárhányszor hívjuk fel erre a figyelmet, sajnos a hírekben tragédiákat hallhatunk ezzel kapcsolatban. Mi a legjobb megoldás arra, azon kívül, hogy a kéményeket karban tartjuk? A tavalyi évben, 2023-ban 54-szer vonultak a tűzoltók szénmonoxid miatt itt a Vármegyében, ebből 11 ember került kórházba, sajnos már most az arány rosszabb. Maga a szénmonoxid mérgezéses eset 34 alkalommal volt, hogy ki kellett vonulni, és ebből 29 embernek kellett kórházba kerülni, és még majd most jön a fűtési szezon nagy része, illetve azt is megtapasztaltuk tavaly, hogy decemberben a gáztűz helyek miatt is vonultak a tűzoltók. Annak használata közben is volt, hogy az érzékelő bejelzett, mert szénmonoxid került a levegőbe. Tudni kell, hogy nem csak a nyílt égésterű fűtőberendezések, tehát a vízmelegítők okoznak gondot, hanem akár a kandallónál is, a cserépkályhánál is, vagy ahogy az előbb mondtam, akár még egy főzés közben is előfordulhat az, hogyha nem megfelelő a levegő utánpótlása az otthonnak, hogy visszaáramlik ez a mérgező anyag, amit nem fogunk észrevenni, csak már arra leszünk figyelmesek, hogyha nincsen érzékelő az otthonunkban, hogy rosszul vagyunk, lehet, hogy annyira rosszul leszünk, hogy mi már nem is tudunk segítséget hívni. Volt decemberben egy család Debrecenben, ahol a rokon érkezett látogatóba, és ő vette észre, hogy olyan furán vannak a lakók, hogy rosszul érzik magukat, olyan bágyadtak. Ő hívta fel a 112-t, és ő nyújtott segítséget, mert a lakók nem érzékelték, hogy akár megváltozott a mozgásuk, vagy a beszédük, de már mérgezés tünetei voltak észlelhetőek. Úgyhogy a szénmonoxid mérgezés elkerülésére nyilván a szellőztetés, a folyamatos szellőztetés, tehát hogyha egy jól szigetelt házról beszélünk, ott az ablakoknak olyannak kell lenni, hogy a levegő utánpótlás megfelelő legyen, illetve még ami nagyon-nagyon fontos és elengedhetetlen, hogy ahol nyílt láng van olyan eszköznél, ott a környékén legyen egy másfél méterre kirakva egy szénmonoxid érzékelő, amely fog jelezni, hogyha megjelenik ez a mérgező gáz a levegőbe, és akkor el kell hagyni az otthonunkat és azonnal hívni a 112-t. Azt is észrevettük, hogy 2023-ban az ilyen jellegű riasztásokkor 77%-ban volt szénmonoxid érzékelő, tehát nagyon sok esetben időben jelzett ez a készülék. A készüléket tehát érdemes beszerezni, hiszen még akkor jelez, amikor az ember teljes mértékben cselekvőképes.
Hogyan válasszunk ilyen készüléket? A katasztrófavédelemnek a honlapján van a bevált és nagyon biztonságos készülékekről lista. Érdemes előtte, vásárlás előtt felkeresni a honlapot és megnézni azt, illetve nagyon fontos, hogy szakboltból vásároljuk meg, legyen hozzá magyar nyelvű használati utasítás, mert hogyha nem biztonságos helyről, valami olyan helyről vásároljuk, ami nem megfelelő, akkor előfordulhat az is, hogy nem fog jelezni. Tehát egy úgynevezett álbiztonságot ad, folyamatosan csendben lesz a készülék, még akkor is, hogyha szénmonoxid van a levegőben, úgyhogy az a baj, hogyha gyanús a helyről vásároljuk, akkor előfordulhat az, hogy nem fog megszólalni a jelző. Amennyiben bárki tapasztalja azt, hogy rosszul van, és még cselekvőképes, vagy talán még jobb az, hogyha beszerzett egy ilyen megbízható készüléket, és az jelez, mi ilyenkor a helyes viselkedés. Hát a legjobb az, hogyha elhagyja az otthonát, tehát kimegy a szabadra, a friss levegőbe, és 112-n bejelentést tesz. Fognak érkezni a tűzoltók mellett, nyilván a mentőszolgálat munkatársai is, és meg fogják őt vizsgálni, amennyiben felmerül annak gyanúja, hogy sokat tartózkodott a mérgező gáz közelében, akkor tovább fogják majd vizsgálni, beszállíthatják a kórházba, de már ezzel nagyon sokat segítünk magunkon, hogyha elkerüljük és kimegyünk abból a házból, lakásból. Még október közepén szomszédoltunk el Beletyóújfaluba, a Veres Péter középiskola meghívásának jóvoltából. Hogy miért is? A következő anyagunkból kiderül. Beletyóújfalui szakképzési centrum nagyszabású eseményen tette lehetővé, hogy a hozzátartozó intézmények bemutatkozzanak, láthatóan a szakmai szempontok mellett a szórakoztató, kulturális arcukat is megmutatva. Így került színpadra városunk középiskolájának Mazsolett bemutatója is, nagy-nagy sikerrel. De hogy pontosan mi is ez a rendezvény? Arról Hűséné Szabó Mária igazgatót kérdeztem, még mielőtt a látvány sütödénél időztem el hosszabban. Ennek a rendezvénynek a neve Szakmatúra, Centrumban a jövőd, és ez egy pályaválasztási kiállítás, a Beretyújfalui Szakképzési Centrum szervezi. A Beretyújfalui Szakképzési Centrumnak 9 városban 11 iskolája van, köztük a Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium Technikum és Szakképzőiskola, azaz a mi iskolánk is, ehhez a centrumhoz tartozik, és hát minden ősszel a 8-osoknak szeretnénk a pályaválasztásban segíteni, mindenféle rendezvénnyel, többek között a szakmatúra pályaválasztási kiállítással is. Ez már többedik alkalommal kerül megszervezésre. A covidos időszakban volt néhány év kimaradás, de most újból indult, már a tavalyi tanév után immár második alkalommal tartjuk meg ezt a pályaválasztási kiállítást, ahol a mi iskolánk is nagyban képviselteti magát. Így viszonylag távol városunktól egy rendezvényen mekkora eséllyel lehet találni gyermeket, aki esetleg leendő diákja lesz az iskolának? Hát természetesen a mi iskolánk környezetében levő általános iskolásokat is meghívtuk erre a rendezvényre, sőt a szállításukat is a Beretyújfalui Szakképzési Centrum szervezte. Autóbusszal szállítottuk ide, Balmazújvárosról, Hortobágyról, Tiszacsegéről, Újszentmargitáról és Nagyhegyesi általános iskolából a tanulókat. Több mint 200 tanulóval érkeztünk a mi körzetünkből, tehát elsősorban őrájuk számítunk majd, mint leendő tanulókra, de bízunk benne, hogy esetleg távolabbi településen tanuló diákoknak is megtetszik a mi képzési kínálatunk, és esetleg ők is minket választanak. Többször hangzott el már az iskoláról szlogenként azt, hogy sokszínű. Ezt én magam is
tudom tanúsítani. Ezt a sokszínűséget milyen mértékben tudják megmutatni, a szakmák palettájának mekkora részét tudták elhozni? Hát próbáltuk minden ágazatból, ha nem is minden szakmából, de minden ágazatból valamit megmutatni ezen a kiállításon. Akár a gimnáziumi képzés keretében is, a gimnáziumi tanulóink a színpadi produkciókban vettek részt, egy mazsoret bemutatót adnak elő, itt három turnusban, három részletben, és ezen kívül pedig a gépészet építőipar ágazatban interaktív foglalkozások keretében ismerhetik meg ezt a ide tartozó szakmákat a nyolcadikos diákok. A turizmus vendéglátás ágazatban látványpékséget üzemeltetünk, ahol sokféle pogácsa variációt készítenek a pékcukrász és szakács tanulóink, szintén a vendéglátós tanulóink a görögországi Erasmus program keretében szerzett tapasztalataikat osztják meg, görög süteményeket készítettek, és azzal látják vendégül a nyolcadikos diákokat. Figyelmes nézők már láthatták egy náttető rakást a kép jobb oldalában. Egy duális partnerük is itt van. Mit érdemes róla tudni? Ebben a tanévben alakult ki a kapcsolatunk egy náttető készítéssel foglalkozó céggel Balmazújvároson, ugyanis a mostani tizedikes tanulóink építőipar ágazatban többen választották a tetőfedő szakmát, és Nagy Zoltán náttetőkészítőnél vannak duális képzésben, ahol már most ez alatt a pár hónap, két hónap alatt, vagy másfél hónap alatt olyan tapasztalatokat szereztek, hogy itt vannak ezen a pályaválasztási kiállításon, és a náttetőkészítésnek a csínyát-bínyát ők el is mondták itt az érdeklődő nyolcadikosoknak. Azok a diákok, leendő diákok, akik kedvet kaptak, meddig gondolkozhatnak még a pályaválasztáson? Hát azért még van idő gondolkozniuk. Még ezt követően kerül sor a helyben, az iskolánkban különböző pályaválasztási rendezvényekre, nyílt napokra, szintén interaktív foglalkozások keretében, egy forgatag keretében fogjuk bemutatni helyben is a szakmákat újból a tanulóknak, egy picit mélyebben, részletesebben, mint ahogy itt meg tudjuk mutatni. Ez november hónapban lesz. A végső döntést pedig február 20-áig kell a nyolcadikos diákoknak meghozniuk. Legutóbb a Bogrács mellett találkoztunk, most a Kemence mellett állunk, a Veres Péter Középiskola szaktanárával. Mivel készültek erre a mai alkalomra? A mai alkalomra egy ilyen fantázianevet találtunk ki, Pogácsa Parádé címmel. Ugye négyféle pogácsát állítunk most itt elő. Ugye a vendéglátóipari tanulókkal már begyúrtuk korán reggel, és amit itt lehet itt látni, ezen a tepsin sajtos, illetve kőményes káposztás pogácsa található, és készültünk még leveles pogácsával, többpagos pogácsával, tehát négy fajta pogácsával készültünk. Egy ilyen kitelepülésen a munkának mekkora részét tudják a helyszínen elvégezni, és esetlegesen mennyi előkészület van hozzá otthon? Igen, tehát hogy beleférjünk időbe, előkészülünk azért a tankonyhánkon is. Ez az előkészület, ez a gyúrásba merült ki. A többit azt mind itt végezzük, ugye. Mondhatni, egy kis látványpékséget üzemeltetünk. Frissen készül a pogácsa, nem tudom, hogy a vendégekre mennyire volt ideje odafigyelni. Csak kóstolgatni, fogyasztani jönnek, vagy esetleg érdeklődni is a képzések iránt? Félfülem mindig ott van, ugye a lányok kóstoltatják a pogácsát, de azért hallom az érdeklődő szavakat. Is. Tehát a szakma iránt is érdeklődnek, illetve a képzések iránt, amit iskolánk nyújt, illetve a pogácsa, a recept iránt érdeklődnek, stb. Ahogy igazgatónőtől hallottuk, ezzel a programmal lényegében csak elstartol a szakmák bemutatkozása az intézményben. Intézmény szintű hasonló rendezvények is várhatóak, arra is készül a vendéglátás finomságokkal? Így van, ez november elejére van meghirdetve, ott várjuk az általános iskolai diákokat. Ez már helyben történik ugye Újvároson, ez az iskolai épületében és a tankonyhán kerül megrendezésre. Legyen meglepetés, mivel várjuk hasonló finomságokkal ott is diákokat.
az iskolákat, így városunk középiskoláját is, nem csak az oktatók mutatták be a rendezvényen, hanem a diákok is, nagy közönség előtt is akár, a színpadon lebonyolított beszélgetésen. Gondolom, hogy sokszínű, barátságos és élénk. És miért pont ezek a gondolatok jutottak eszedbe? Sokféle egyéniség jár az iskolánkban, itt barátságosak a diákok, a tanárok is. Élénk nyüzsgő élet van a szünetekben, és mindig történik valami. A barátságos közeg talán a legfontosabb egy iskolában, a jó oktatás és színvonal mellett. Menjünk is tovább, akkor egy kicsit a nyolcadikosként mennyire volt nehéz számodra a pályaválasztás? Hát én helyben szerettem volna iskolába járni, és megtetszett az a szakma, így nem volt nehéz. Akkor gyakorlatilag ő választott ki téged, mondhatnánk a kereszt is. Így van. Na és hol képzeled el magad 10 év múlva? A jövőben hol látod magad? 10 év múlva egy saját boltot szeretnék üzemeltetni. Wow. Az iskola standját pedig egy 11-es gépész-technológiai technikus tanuló mutatta meg nekem. Legfőképp lakatos munkavégzésre használandó szerszámokkal jöttünk, és ezzel jöttünk ide Berettyó Újfaluba, hogy ezt meg tudjuk mutatni, hogy mit is tudunk majd csinálni, hogyha belekezdünk mondjuk a gyakorlatokba. Itt láthatunk egy satupadot, amin lehet fűrészelni. Itt tudunk hajlítani, itt tudunk vágni fémeket. Ezzel a fűrésszel tudjuk levágni, amit szeretnénk, olyan méretre, amennyire szeretnénk. Ezzel tudunk csavarni, ezzel a géppel, hogyha két kézzel megfogjuk, és akkor húzzuk szépen. Itt hoztunk egy ponthegkesztőt. Itt, amit itt megörbítettünk, behajlítottunk vasat, itt tudjuk kettőt egybe rakni, és akkor ez szépen megmarad magában. Érkeztünk egy heggesztő szimulátorra. Itt álljunk is meg egy pillanatra, hiszen ezt a szimulátort használat közben is láthattuk. A virtuálisan alkotott varrat egész biztosan tartani fog, hiszen 99%-os pontossággal készült el. A már bemutatott szerszámokat sem csak felsorolásszerűen tudjuk megmutatni, egy munkadarab is elkészült. A nagyon jó hangulatban telt rendezvényen biztosan vagyunk benne, hogy sok választás előtt álló diák szeretett bele városunk középiskolájába. Köszönöm figyelmüket! Jövő héten én ismét itt leszek. Tartsanak velem akkor is!